Törökországban jártam a fiókarajzámba, a Street Freestyle Európa bajnokságon első és második fordulóján. A Street Freestyle ugye ez egy közönséges utcai sportmotorokból átépített, kifejezetten erre a célra versenymotorokkal történő akrobatikus motorozás, beleértve első keréken gurulás, egykerekezés, akrobatikák különböző módjai. Én 11-12 éve űzöm ezt a sportágat. Egy bemutatót láttam, amin jelenlegi és akkori példaképeim is éppen bemutatóztak. Megtetszett ez a sportág, komolytalannak indult az egész. Nem gondoltam sosem, hogy én valamikor profi motorversenyző leszek. Elkezdtem, nekiálltam, és egyre komolyabban kezdtem el edzeni. Ez egy Kawasaki ZX6-os, egy 636 köbcentis sportmotor volt valamikor fénykorában. Igen nagy átalakításon esett át. Lényegében nincsen olyan része, ami nincsen átalakítva kifejezetten erre a versenycélú használatra. Van kedvenc trükköd, illetve emlékszel arra, hogy mi volt az első trükk, amit megtanultál? Az első trükkök, azok ugye nagyon komolytalan figurák voltak, ugye ez a faralás, különféle egyensúlyozás, tankon ülve, csak két keréken motorozás, tehát egy nagyon komolytalan indult az egész. Most jelenleg ugye divat ugye minél magasabbra fölmászni a motorra, tehát fölülni a kormányra, és úgy forogni egy keréken, elengedett kormánnyal egy keréken forogni. Nagyon szeretek első keréken gurulni is, nagyon szeretek. Több mutatvány van, ami a kedvencem. Esés volt már? Igen, tehát ezt a sportágat esés nélkül, balesetek nélkül nem lehet elsajátítani. Szerencsére csontom még nem tört el, tartósan kórházban még nem voltam szerencsére. Kórházba vezető utat jól ismerem. Tehát égések, zúzódások, húzódások. Azt mondom, hogy gyakoriak. Évente egyszer-kétszer fordul elő nagyobb baleset, amikor rá kell pihenni egy-két hetet. Akár. Szombat-vasárnap volt ugye a két Európa-bajnoki forduló. Mind a két fordulót sikerült egy harmadik helyezéssel zárnom. Teljesen meg vagyok vele elégedve. Hát a környezeti tényezők is azért nagyban hozzájárultak, hogy nehezítse a dolgunkat a versenyen. 41 fok volt vasárnap. Ez már török viszonylatban is jó időnek számított. A török versenyzőknek is már melegük volt. Jelenleg Magyarországon azt hiszem a harmadik helyen állok, országos bajnokságon. Ugye tavaly elmaradtak a versenyek a vírushelyzet miatt, tavaly előtt egy országos harmadik helyezést értem el. Szerencsére ugye kimondhatjuk azt, hogy magyarok mi nagyon jók vagyunk ebbe a sportágba is, úgyhogy erre érdemes büszkéknek lenni, büszkék is vagyunk erre, úgyhogy az élmezőnyben vagyunk. Család nem félt? Család már hozzászokott ehhez az izgalomhoz, már annyira talán nem is izgulnak. Nyilván ugye mindig benne van, minden egyes gyakorlással történhet velem bármi, de még mindig azt szoktam mondani, hogy az utcai motorozás ennél sokkal veszélyesebb. Ez abszolút nem használható utcai forgalomban. Ugye a kötelező alkatrészek ugye hiányoznak a motorról. De egyébként szoktam motorozni? Igen, tavaly tettem le a jogosítványt. Tavaly évtől kezdve motorozok utcán. Kicsit belekóstoltam ugye az utcai motorozásba, ami tetszik. Ugye ez teljesen más ugye a versenycélú motorozás, mint egy utcai forgalomba motorozni.